áldás, békesség, jó reggelt, nagyon szép napot kívánok mindannyiótoknak, ez itt a Calvin Rádió, a szeretet hullámhosszán 2023. október 3-án kedden. Ma a Helgák ünneplik névnapjukat, Isten éltesse őket. Hallgassuk meg együtt Istennek szent igéjét, ahogyan szól hozzánk ezen a reggelen. János evangéliuma 2. fejezetének 6-tól 10. versig terjedő szakaszából így. Volt ott 6 kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 métréta fért. Jézus így szólt hozzájuk: töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtöltötték azokat színültig. Majd ezt mondta nekik: most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. Ők pedig vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, odahívta a vőlegényt, és így szólt hozzá: minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat, te pedig a jó bort mostanáig tartogattad. Ámen. Kedves barátaim, Jézus lakodalomban van. Egy olyan ünnepi mulatságon vesz részt, ahonnan semmi nem hiányozhat. A házigazda szégyene volna, ha egy igazi lakodalomban elfogyna az étel, vagy a sütemény. Vagy a zenész hangtechnikája meghibásodna, vagy a vőfély berekedne, vagy ami itt is történt, elfogyna a bor. Milyen érdekes és egyszerre milyen mulatságos is ez a helyzetjelentés, hogy a lakodalomban elfogyott a bor, de nagyon sok víz állt rendelkezésre. Hát azért az meglepő lett volna, ha elhangzik egy olyan bejelentés, hogy kedves vendégek, mivel elfogyott a bor, mostantól fogva, mondjuk este 11 órától fogva reggelig csak vizet fogunk inni. Mert vízből van elég. Aztán az senkinek nem fog megártani, attól senki nem lesz indulatos, és nem veszíti el a fejét, és nem issza magát az asztal alá. Sok a víz, de elfogyott a bor. Az egészen biztos, hogy senkinek nem fordult meg a fejében az, ami Jézusnak, hogy vízből fogunk bort készíteni. De milyen nagyszerű, hogy azok, akik a küszöbön álló csodából semmit nem sejtettek, Jézus szavának mégis engedelmeskedtek. Megtöltötték a kőedényeket vízzel. De vajon gondolhatta-e csak egy is a szolgák közül, hogy éppen a csodát készítik elő? Bizonyára nem. És vajon gondolja-e bármelyik őt, kedves barátaim, azt, hogy a sok éven át tartó tanulással, a törifeleléssel és a matek dolgozattal azt a csodát készítitek elő, ami Isten tervének megvalósulása? Mert hogy 10-20 év múlva ti lesztek a jövő szakemberei, mérnökei, tanárai és orvosai. Az első B, a 6. A vagy a 8. B osztályban most is leendő mérnökök, tanárok és orvosok, asztalosok, építészek vagy éppen lelkipásztorok ülnek, csak még nem tudják magukról. De Isten már tudja. És ezért bíztat, hogy töltsétek be a fejetekbe naponként a tudást. Amiről talán most még csak azt kérdezitek, hogy miért, mi szükségem lesz rá. Soha nem fogom használni a periódusos rendszert. Jézus azt mondja nektek is: töltsétek meg a vedreket vízzel. A lakodalomban megtörténik a csoda. A víz borrá változik.
Mikor a násznagyot megkínálják belőle, akkor azt mondja, hogy ilyen jót és ilyen finomat még soha nem ittam, te a jó bort a végére tartogattad. Kedves barátaim, Isten mindannyiunknak valami jót tartogat. Sőt, a legjobbat tartja fenn. Ez a legjobb pedig a boldog élet és az örök élet. Amikor el nem múló boldogságban majd együtt leszünk vele. Ezért nem kell félni sohasem az elmúlástól, sem a haláltól. Sőt, ha tudjuk, hogy Isten az élet végére a legjobbat tartogatta, akkor földi életünknek minden napja, a mai nap is, abban a boldogságban telhet el, hogy végre szabadon örvendezünk a pillanatnak, a felkelő és a lenyugvó napnak, a becsengetésnek és a kicsengetésnek, mert nem elfogy, hanem az elmúlóval gyarapodik, és az eljövendővel kiteljesedik az élet. Ezt az örömöt adja meg Istenünk az iskola falain belül, és azon kívül is minden embernek. Ámen. Legyen szép napotok, áldás, békesség!